Gyurkovics Tibor, az utolsó karácsony. Apám szeme zöld volt. Én akkor a nagyanyámnál laktam, apám költöztetett oda. Nagyanyám eltörte a combnyak csontját, vagy combcsontnyakát, azóta sem tudom, hogy kell mondani. Nagyon elesett volt, durcás, nehéz teremtés, kőkék szemekkel, széles szájjal átkozódott. Szidott engem, pedig én szerettem. Hogy rendetlen vagyok, hogy rágom a körmöm, hogy ócska állásban dolgozom, egy pincében bicikli alkat részeket rakosgatok havi 1800 forintért, pedig többre vihetném, mert eszem van, de makacs vagyok, és csak a magam élvezetét keresem. Egy kórusban énekeltem, igaz? És hogy nem lesz belőlem ember. Alig tudott fölkelni az ágyából, de a botjával fenyegetett, hogy élek, hogy kevés parizert tettem a vajas kenyére, ami egyébként nem volt igaz. Minden reggelire 15 dekát vásároltam a saját pénzemből, mert ő eldugta magáét, de féltem, hogy éhen hal. Nem is tudom pontosan, mennyi kell egy embernek. Szidott, hogy későn járok haza, hogy barna a hajam. Vasárnaponként fölbukkant az apám. Teli lábosokkal, madártejje, paprikás csirkével, rántott szeletekkel, hogy megetessem a nagyanyát, az anyját. Megsimogatta a fejemet, hogy ki kell bírni. Tudja, hogy nehéz. Zsörtölődött és kedveskedett nagyanyával, és elviharzott. Nos, karácsonykor is ott járt. Később tudtam meg telefonon. Ilyenkor karácsonykor elindult. Volt egy budai otthona, onnan indult el, jókor délelőtt. Fölrohant a nagyanyámhoz 8:45-kor, májgombócos levest vitt, meg rántott pulyka mellett mákos gubát és narancsot, itt elhordóval jelent meg, hozott ajándékokat, egy flanell hálóinget, egy lengyel sótartót, citromos tortát, két kék tálcsészét, a csillára akasztható ünnepi szalmagömbvirágot és a 15 cm-es karácsonyfán, melyen volt két kék szaloncukor, meg egy habkarika, és a régi díszekből egy törött ezüst templom lógott, meggyújtott két gyertyát, és kicsit beszélgettek. Nem szeretem a lányodat, mondta a nagyanyám. Anya, anya, tudod, hogy ő segít rajtad? Hát köszönöm ezt a segítséget. Most is ide készítette neked a vajas kalácsot, a sajtot, a kávét, a sonkát, a leves, a tűzhelyen. Most is elment. Hazament a testvéreihez. Nézd meg a cipőit. Szanaszét a szobájában. Anya! Hát karácsony van. Próbáld megérteni te is. Nem akarom megérteni. Nem akarok karácsonyt. Apám ádra simította a haját. Összezette nagyanyám cokmukjait, felöltöztette, botosan kibandukoltak a lifthez, és leszálltak a földre. Taxit kerített, és átevickéltek a városon. A járókelők boldog arccal rohantak ajándékok után, s a megritkult utcán utolsó kis karácsonyfát cipeltek magányos öreg férfiak. A nagybátyámékhoz rohantak. Ott is karácsonyoztak, nagyanyám végre egy fotelben ült, mérges szemmel nézegette a rokonokat és apámat, aki zöld bársonykabátban sürgött forgott. Elénekeltek egy-két kis dalt, apám körszakát hordott, egy kicsit Jézusra emlékeztetett. Alig evett a délutáni halból, rohant tovább. Föld alattira szállt. Ott állt magányosan a hazasiető utasok közt, kezében a batyukkal. A táj havas volt. A föld peremén vékony fehérség húzódott. Apám utazott. Nem tudtam pontosan kideríteni azt a délutánt. Apám rohant. Következtetésem szerint először egy nőhöz szaladt, akinek fekete kardigánt vásárolt az ünnepre. Az Ulászló utcában lakott ez a nő. Apám szerette. Ennek a nőnek volt egy gyereke. Nem apámtól, egy svéd mérnök hallgatótól, aki aztán továbbállt a gazdag Svédiába. Apám felszaladt a második emeletre, leadta a csomagját, a fiúnak is vitt egy játékautót,
de azok már vidékre utaztak a nőszüleihez. Így csak a házi nénivel beszélt, aki szidalmazta a nőt, hogy ide szült neki egy gyereket, pedig csak a habérlő. Apám kavargatta a teát, az idegen idős asszony szobájában, aztán átjött a szomszéd öreg asszony, konzervhalat bontottak, ittak egy korty vörös bort. Maga is mással adhatná össze magát. Ennek albinó gyereke van. Hát igen, kicsit szőke. Igyom még egy teát. Maga komoly ember. Láttam egy-két írását a tükörben. Ne szeresse ezt a nőt, nem méltó rá. Nem vagyunk méltók rá, hogy szeressenek, nem azért szeretnek. Maga így el fog veszni. De karácsony van, gondoltam, egyedül vannak. Egyedül? Ezek? Soha. Azért én szerethetem, nem? És becsülöm. Igazi ember. Az öreg asszony nevetett, apám szaladt tovább. Behúzott nyakkal törtetett a havas úton. Köhögött. Mindig köhögni szokott. Az emberek utolsó bebugyolált csomagjaikkal siettek hazafelé. Hány karácsony van? Néha azt kérdezem. Ő egy budai villába ment, ha jól sejtem. Barátai gyűltek ott egybe, akik szerették. Előcsomagolta szerény ajándékait, még nagyon is gazdagok voltak. Aztán megbeszélték a világ sorsát és a szakma gondjait. Azt hiszem, a palesztin állam sorsáról is szót ejtettek, de talán csak azért, mert Jézus is élt Palesztinában. Vagy ott nem volt állam. Már nem emlékszem. Apám ekkor már nagyon gyűrögette a szakállát, ideges lehetett, még két karácsony előtte állt. Vagy három. A Bajcsi Zsirinszki utcába tartott. Átjött a 49-essel a hídon, fölment az első emeletre. Vörös-barna nő lakott ott egyedül. Plafonig érő karácsonyfát vásárolt, teleakadt a díszekkel, csokoládé szaloncukorral. Apám egy aranyláncot vitt a nőnek, aki csinos volt. Harisnyában jár, les, fel. Valószínűleg arra számított, hogy apám agyon csókolja és szeretgeti. A nő harisnyás lábát az ölébe tette, már 5:45 volt, apám mosolyogva nézte. Szép fát vettem? Szépet. Neked? Nekünk. Ugye szeretsz? Mindenkit szeretek. De ne így! Mondd, hogy szeretsz. Persze, tudod. Akkor csókolj meg. Megcsókollak, de mennem kell. Körülbelül így jutott apám hozzánk. Agyon szeretve, csomagokkal a kezében. Mi is ünnepséget tartottunk. Mi, az ő három gyermeke, rengeteg ajándékot hozott, két kofferre valót. Néztük arcán a gyertya vízfényét. Körszakállán csillogott az ezüst. Elénekeltük a kis karácsony, nagy karácsonyt. Töltött tojás volt, főtt sonka. Még csodálkoztam is, hogy fér be apámba ennyi étel, ennyi ínyen szeretet. Hogy győzi? Még az ételeket csak beletukmálja magába, de a szereteteket. Hova fér? Nem fél attól, hogy belehal ennyi szeretetbe? Majd megy át a havas híton, egyedül, mert apám egyedül volt, ezt állíthatom. Már senki sincs az utakon, de ő csak lohol és lohol tovább. Új karácsonyok, új ünnepek, anyák, szeretők, testvérek, barátok, gyerekek nyomorultak felé, hogy bekopogjon, ajándékot hozzon, lihegjen, hulladozzon. Megy a lucskos hóban, új háztól új házig. Az utcákon senki sincs, hiszen ilyenkor mindenki otthon van. Beesik a nyakába a hó. Nagy ember volt az apám. Beroppant az ajtón, örömet, színt hozott, élénkséget, millió ötletes ajándékot. És ott volt a béke. A jó szagú, Isten teremtette béke. És ő maga zakatolt belül, zöld zakója alatt, mint egy túlfeszített motor. Úgy hurcolta a szeretetet házba, mint egy kuli. De
Ki bír ennyi szeretetet cipelni? Mi, mint egy elhagyott család, körülvettük őt. Nem a szemrehányásunkkal, bár arra is lett volna okunk, hiszen kisgyerekek voltunk, amikor elhagyott bennünket. Magunk maradtunk anyánkkal. Négy nő leány, akik áhítozták a férfi szagot, az ember szagot. De gondoskodott rólunk, és sűrű megjelent, és itt volt ez a karácsony. Ahogy etten állunk kis kanállal a majonézt, két kisebb testvérem is figyelte őt. Láttam, hogy siet. Tovább siet. Még el kell mennie újabb karácsonyt tartani, az előszobában, kisbatyúkban újabb ajándékok várták, beteljesíthetetlen ígéretek. Egy Istennek is sok volna. Még játszott velünk, mintha ráérne, pedig már várták, este 11-kor. Nem tudom, miért jut mindez az eszembe. Hazament akkori családjához, egy asszonyhoz és egy másik gyerekhez, akik nagyon szerették őt, és ő is nagyon szerette őket. Megkarácsonyoznak. Rengeteg színpompás ajándékkal, igaz félig alvó szemekkel, már alig bírták kivárni. Villanyégők voltak a fán, karácsonyi lemezt hallgattak, apa még rendesen nevet a rántotthalból. Hogy bírta? Mindez 19 évvel ezelőtt történt. Apám akkor azt mondta, jár egy negyed órát, olyan szép, havas az idő. Csak úgy földobta magára a barna kortfelöltőt, rövid csizmába ment ki a lejtős útra. Halkan fütyörészett, igaz, ott tipott még két pohár tihanyi kabárnét. Azt mondják, a kiskerti vaskapuból visszaintett. A kutya bozontos havat rázta ki a bundájából. A lábnyomai meglátszottak a hóban, ameddig elkísérte. Azért közlem ezt az írást az ausztráliai, dél-amerikai, új-zélandi, fogföldi, párizsi, japán és budapesti lapokban, hát ha valaki ráismert. Zöld szeme volt. Erre minden bíróságon megmerek esküdni.